Sziasztok, szia, Andrés! Szia, Andy! Exodusban dolgozol te. Te meg az Acorn Campsben. De mind a kettőnk szeretjük olvasni a Bibliát is most a 24. fejezetet fogjuk olvasni együtt. Még egy... Már elolvastátok. Remélem, és imádkozták. Tehát, még izgalmas a történet, nem? Így van, kezd izgalmasabbá válni. És itt van az Anániás, a főpap. Ő nagyon, nem szeretnék mondani, hogy gonosz, de nagyon tovább megy, ugye? Céltudatos, és tovább hajtja ezt az ügyet, sőt, maga mellé vesz egy ügyvédet is, és így támadja meg Félixnél Pált, és elkezd érvelni, persze. Jól megdicséri Félixet, úgy kezdi, ahogy kell, szépen felépíti. És lehet, hogy ez nem volt annyira igazságos, amit mondta, de igen. Így van. Viszont ami nagyon érdekes, hogy Pálnak ugye nincs védője, hanem Pál saját maga cáfolja meg tételesen a vádakat, és saját maga mondja el védőbeszédét, és szintén megint nagyon jól felépítette mindezt, amit mondani szeretne, és nagyon jól érvel. Igen, és egy okos, tapasztalt, művel tanult ember. De az érdekes, ő azt mondja, hogy nézd, ezt csináltam, azt csináltam, a templomban voltam, igen, de nem volt semmi baj, de az érdekes, hogy azt mondta Jézus is. Azt mondta, hogy nézd, én mindig voltam a templom, mindenki előtt, nem kell idejönni hadsereggel is, és mindent, hogy bilincsel visz engem innen, mert az nagyon hasonlít, ez most nem lehet úgy csinálni, de érdemes újra megnézni, hogy mit történt, amikor Jézus is ilyen helyzetben volt. Uh-huh. Az érdekes, hogy a két dolog, amit, vagy egy dolog, amit Pál szeretne mondani, az, hogy ő tényleg hisz, hogy Jézus a Mesiás és az Isten fia, de tovább akarja mondani és mutatni, hogy az a Ószövetségből az tényleg ott van. És Jézus, ez nem egy új dolog, ez nem egy új valás. Tanítás, hanem az írás beteljesedése. Abszolút. És nagyon fontos nekünk is a mai világban, azt hiszem, hogy igen. Igen. Értsük meg ezt a kapcsolatot az Ó és az Új Szövetség között. És az érdekes, hogy az emberek mit mondták abban az időben, hogy ki az a furcsa emberek, akik akarnak követni Jézust, és az a 22. versben az a The Way angolul, és akkor magyarul így szólt, amikor lézel, érdekes. Más a magyar fordítás. Akkor tovább megyünk. Oké. Okay. És nagyon érdekes különben, hogy Félix itt ellapolja a döntést. Tehát a politika akkor is rafinált dolog volt. Ellapolja a döntést, lejár hozzá, lejár Pálhoz, egy enyhébb fogságot ad neki, ott tartja, de mégis szabadon látogathatják. Ő is elmegy hozzá a feleségével, hallgatja, a zsidó feleségével, igen. Hallgatja, érdeklődik, meg egy kicsit korrupt is, tehát szeretne egy kis pénzt is. Semmit nem változik a mai világ. Így van. A világban. Így van, és aztán látjuk a végén is, hogy politikai okok miatt még fogságban tartják Pált, mert a következő vezető meg szeretne a zsidók kedvébe járni. Tehát azért érezzük ezekből a részekből, hogy igen nagy feszültség volt ott a zsidóság és a rómaiak között, és ez egy ilyen penge élen táncoló politikai helyzet volt, és bizony, most mondtad, hogy Jeruzsálemben 500 katona volt, közel 500, nem, 1000. 1000 volt. Körülbelül 1000 volt. Igen, igen. Azért az összességében nem olyan sok, tehát nagyon kellett vigyázni a rómaiaknak is, hogy hogyan tartják fent ezt az izgalmas egyensúlyt, és hogyan tartják fent a békét, és nem volt céljuk, hogy nagyobb lázadás szülessen egy ilyen ember miatt. Nekik annyira nem volt fontos Pál, annak ellenére, hogy római polgár is volt. Igen, és akkor ott van a Pál, mondjuk nem börtönben, de ilyen házi őrizetben. És 26. vers. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta, és elbeszélgetett vele. Igen. Biztos jól sokat beszélt a Pál a Jézus Krisztusról. Neked is az a feladatod. Na, sziasztok! Igen. Következő videón az 25. fejezet. Így van, sziasztok!